Köszöntöm nézőinket, önök Kaposmenti magazinunkat látják. 1998 után cserélt polgármestert Csíkós Töttős. Az eddigi településvezető Pintér Szilárd már Dombóvárt irányítja, így az eddigi alpolgármester Kreb Imre nyerte el a település vezetését. Az új polgármesterrel a jövő terveiről és feladatairól is beszélgettünk. A lehetőségek szerint folyamatosan fejlődött Csíkós Töttős az elmúlt években. Ennek megfelelően gyakorlatilag komfortos a település, mondja Kreb Imre, az újonnan megválasztott polgármester, aki eddig alpolgármesterként tevékenykedett. Azt mondanak, horderejű fejlesztésekre már nincsen szükség. A lényeg, hogy lehetőleg mindenki otthon érezze magát a településen, és lássák a fejlődést, még ha ez csak kis lépésekben is megy végbe. A falu élhetőbbé, kellemesebbé tétele az, amire kívánunk fordítani mi energiákat. Azt pedig, hogy vállaltam ezt a polgármester jelöltséget, végül is a polgármesterséget, ez 1998 óta dolgozunk a volt polgármesterrel közösen ebbe. Én azóta ezen a településen végig alpolgármester voltam. A testület is minimális mértékben változott, tehát egy összeszokott, egymást jól ismerő közösségbe tudok dolgozni, és úgy érzem, hogy ezzel a csapattal tudunk is tenni az elkövetkezendő időbe a településünk javára. Tudjuk, hogy a célunk a következendő időbe olyan pontos dolog megoldása, mint a Béke utcai csapadékvízelvezetés, ami nekünk lényeges kérdés. Folytatnunk kell a járdaprogramokat, hogy a járdafelújításokat, napi abszolút gondunk a két busz megállónak a nagyon leromlott állapota. De ezek már csak szó szerint órákig szolgálják a falu lakosságát, hiszen a tervek szerint, mire ezt a tudósítást önök látják, már lecserélésre kerülnek. A tavalyi esztendőben vette kezdetét a közmunkaprogram. Ennek keretében 40 ezer darab térkövet gyártottak le és helyeztek el. Az idei évre 800 méter járdát tudunk felújítani a településen. A jövő évre, mivel a munkanélküliség szerencsénkre alacsony a községben, nem tudunk már ennyi embert foglalkoztatni, egyáltalán nem találunk munkaerőt, így visszavesszük 4-5 emberre a jövő évben ezt a programunkat. Ez automatikusan csökkenti, 20 ezerre visszük le a gyártandó térkő elemnek a számát, és 400 méterre csökkentjük a járdaépítést. De természetesen ezt is hosszú távon szeretnénk folytatni. Vannak olyan dolgaink, amiket még szeretnénk megoldani a rövid időn belül. Ez az egyik, az óvoda eléggé leharcolt udvari játékainak a felújítása, ami meg fog történni a tavaszra. Ezen kívül van egy olyan pályázatunk, ami már nyert pályázat, tehát már csak a közbeszerzés lefolytatására van szükség. Ez a közterületi utak járdák karbantartására gépbeszerzés. Ez egy ilyen 14 millió forintos pályázat. Az óvoda játékokra 3,9 millió forintos pályázatunk van, és egy szintén a közösségnek, főleg a fiatalabb korosztálynak lehet érdekes, 5500 eurós pályázaton nyertünk egy Európai Uniós pályázaton, ahol a községben a közösségi tereket 12 helyre tudunk ingyen wifi-t telepíteni, ami szintén a jövő nyárra fog elkészülni. Annak ellenére, hogy kevés a munkanélküli és a közmunkaprogramban sincs kellő ember, arányaiban sokan vannak, akik szociálisan nincsenek jó helyzetben. Az idei évben is tudunk szociális tűzifát osztani, 60 erdei köbméter fánk van, amit most kívánunk felfűrészelni és kiosztani mindegy 100 érintetnek. Ezek között a nehéz szociális helyzetben levők, közgyógyellátottak és rendkívüli helyzetbe sodródott embereknek tudunk adni, akik benyújtják a kérelmüket erre. Az állam adja erre az erdei fát, a mi költségünk lesz a kiszállítása és a felfűrészelése és a fának a kiszállítása. Nem mondom én, hogy itt mély szegénységben él
a település, de sokan vannak, akik átmeneti vagy hosszabban tartó anyagi nehézségekkel küzdenek. Évente tudunk 2-3 alkalommal szociális segélyt adni, amilyen kéréssel fordulnak hozzánk, megpróbáljuk megoldani, próbálunk valamilyen egyéb kedvezményt adni nekik, amire anyagi lehetőségeink engedik. Szimbiózisban élünk Dombóváddal, ez egy város közelében lévő kis településnél természetes, mint ahogy az is, hogy adott esetben keresem majd a volt polgármester véleményét az ügyekben, de Csikostöttös külön önkormányzat és a maga életét fogja élni a jövőben, mondja Krebimre. Szeretnénk, ha az idegenforgalom egy kicsit fellendülne, mely a tájház és a horgásztó is jó alap lehet. A legjobb, ami történhet a következő 5 évben, hogy egy nyugodt kis települést tudunk fejleszteni és élhetővé tenni. Ez a célunk, mondta az új polgármester. Győztes az, aki adni tud, különösen akkor, amikor másoknak az életet tudja visszaadni. November 27-e a Magyar Véradók napja. Ebből az alkalomból köszöntötték a térség véradóit Dombóváron, a Szent Lukács kórház kápolnájában. A programot a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei és Dombóvár városi szervezete rendezte immár 3. alkalommal. És köszönjük szépen a tűnetet. Köszönjük szépen, és a dombóvári kistérségben körülbelül 33 ezer a lakosság száma. Ehhez képest csak töredéke 2000 fő, azaz a helyi lakosok 6%-a megy el rendszeresen vért adni. November 27-e az évtizedek óta már a véradók napja Magyarországon. Ebből az alkalomból gyűltünk ma mi is itt össze a kórháznak a kápolnájában, hogy az aktív véradóinknak megköszönjük azt, hogy segítik a betegeink gyógyulását. A dombóvári kistérségben körülbelül 33 ezres lakossággal számolhatunk, ehhez képest 2000-2300 fő az, aki évente véradásra szokott nálunk jelentkezni. Hagyományosan hetente 2 intézeti véradónapunk van, és havonta 3-4 alkalommal járjuk a vidéki falvakat is, hogy megfelelő vérkészítménykészletet tudjunk a kórház betegeinek biztosítani. Sok szeretettel várunk minden 18 és 60 év közötti egészséges véradót. Egyrészt kapnak egy szűrővizsgálatot, amivel az egészségi állapotukat hogy körülbelül fel tudjuk mérni, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy nagyon fontos dolog az, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében azért segítsenek nekünk, mert bármikor bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy vérkészítményre van szüksége. 25-szörös véradókkal kezdjük majd a mai ünnepségünket, érem és oklevél átadásban részesülnek majd a 25-szörös, az 50-szeres, a 75-szörös és a 100-szoros véradóink, és az összes többi kerek véradószámmal rendelkező véradónk is oklevelet, illetve ajándékcsomagot fog kapni ebből az alkalomból. Egyre több olyan műtétet és orvosi beavatkozást végeznek, ahová elengedhetetlen a vérpótlás, hangsúlyozta a Szent Lukács kórház főigazgatója. Hagyományosan megrendezzük ezt a véradó ünnepséget, most már több éve, illetve helyt adunk helyesebben a Vöröskereszt által szervezett megemlékezésnek, és köszöntjük a véradóinkat. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok vérre van szükség a mai világunkban, a mai gyógyításban is, és soha nem lehet ebből elég, hiszen olyan műtéteket, olyan beavatkozásokat végzünk most már egyre súlyosabb állapotú betegen a technika tudomány haladásával, amely nagyon sokszor vér igényel. Gondolok itt a baleseti sebesülésekre, a daganatos betegségekre, vagy újabban rengeteg alvadásgátló gyógyszert szednek betegek, és ha ezek a betegek bármilyen olyan betegségbe vagy sérülésbe kerülnek, ami invazív műtéti beavatkozást igényel, ott biztosan vérre lesz szükség. Örömmel mondhatom, hogy kisvárosi kórház lévén is önálló véradó állomással transzfuziológiai osztállyal rendelkezünk, és igyekszünk megszólítani a lakosságot, mert erre szükség van. Kimegyünk helybe is, különböző nagyobb cégekhez, intézményekhez, ez a napi gyakorlat. Általában azt tudom mondani, hogy a véradóink belterjesek, hogy így mondjam, tehát van egy szűk kör, amelyik most már hosszú évek óta, évtizedek óta folyamatosan adja a vért, természetesen csatlakoznak hozzájuk újabbak is, de ez munkát igényel a részünkről, folyamatos kampányt kell nekünk ehhez biztosítani. Dombóvár alpolgármestere elmondta, náluk családi hagyomány a véradás, így ő belenőtt az önkéntes segítségnyújtásba. A véradás az
nálunk családi hagyomány, édesapám az Budapesten a 14. kerületben volt a fő véradó szervező, tehát én belenőttem ebbe. És amikor később olyan helyzetbe kerültem, olyan pozícióba iskolaigazgató lettem, akkor valahogy ezt egy küldetésnek éreztem. És kitaláltuk azt, hogy véradó napokat szervezünk a szülőknek, hát nyilván a gyerekek nem lehet. Ez úgy néz ki, hogy a fogadórával egy napon van, előre meghirdetjük, és akkor jönnek a szülők fogadórára, úgyis ott vannak, és két tanteremben van rendezve, és hát most már hála Istennek három ágyon megy a véradás egész délután. Általában 40-50 véradó jön össze egy-egy ilyen alkalommal. November 27-e a Magyar Véradók napja. Ebből az alkalomból köszöntötték a térség véradói Dombóváron, a Szent Lukács kórház kápolnájában. A programot a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei és Dombóvár városi szervezete rendezte immár harmadik alkalommal. Az ünnepségen okleveleket és ajándékokat adtak át a dombóvári térség aktív véradóinak, akik több éven keresztül rendszeresen járulnak hozzá mások életéhez, ezzel is társadalmi felelősséget vállalnak. Többen már akár 70-80-90 alkalommal is adtak vért. Egész korán, már több mint 20 éve adtam először vért, és nagyon fontosnak tartom, hogy ez olyan dolog, ami nekünk nem kerül pénzbe, viszont életeket menthet vele. Most kaptam a 40-szeres elismerésemet, aminek nagyon-nagyon örülök, és épp azt számoltam az előbb, hogy 65 éves koromig még hány véradás fog beleférni, ha az egészségem is úgy engedi. Szeretném megköszönni itt, hogy a társadalom azért odafigyel a véradókra, ha túlságosan nagy anyagi elismerés nem is, de legalább erkölcsi elismerést kapunk, és azt hiszem, ez van legalább annyira fontos, mint az anyagi elismerés. A véradás az szerintem az életünknek azért jó, mert hál' Isten nekem nem kell, hogy kapjak, de addig, amíg másoknak az életet meg tudjuk menteni, és másoknak ez nagyon jó dolog, addig fogok vért adni, még egy éven van rá, és addig, amíg vért adok, addig tudom, hogy egészséges vagyok. Évig 2000-2300 véradás történik Dombóváron, amelyből a kórház felhasználása 1000-1100 egység. A többi vérkészítmény az ország más területein kerül felhasználásra. A karácsonyi várakozás idejére több programot is szerveznek Kapospulán. Elsőként egy interaktív fegyverbemutatót szerveztek a gyerekek részére. A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület tagjai a 16.-17. századra jellemző korhű fegyverzetet, viseletet mutatta be az érdeklődőknek. Igazából ugye a védekezésnél, támadásnál nagyon nagy szerepe. A Bethlen Gábor Hagyományőrség Egyesület célja a 16.-17. századra a török korra jellemző harcmodor és kultúrtörténet kutatása, felelvenítése, a korhű fegyverzet, viselet és életmód, zenetánc és irodalom bemutatása. Az ebben az időszakban használt fegyverzetet és viseletet mutatták be az érdeklődőknek Kapospulán. Ez a 16.-17. századi végvári viselet, fegyverzet, illetve életmód bemutatására szakosodott egyesület. A fő fegyverük akkoriban a szabja, és igazából az egy emberi küzdelem volt a legértékesebb. Tehát hoztam itt lőfegyvereket, és itt a kedves közönségnek ezt be is mutattam, de én is, és a társaim is a leginkább a hideg fegyverek forgatásában jártasak. És számomra egyébként a szabja az, ami a legértékesebb, és a korszaknak a fő fegyvere. Aztán van itt néhány tűzfegyver is. Az egyik legősibb, ez a szakállas puska. Ugye a Gárdonyi Géza révén ismerhettük ezt meg, a szakállas puskát, legalábbis a nevét. Ez egy kis kézi ágyúnak is mondják, egy nagyon egyszerű eszközről van szó, lőpor kell hozzá, némi folytó eszköz, akár egy száraz rongy vagy papír, és némi kartács, és már is lehet működtetni ezt a fegyvert. Az egyesület tagjai a magyar történelmi hagyományokat ápolják, és több éves tapasztalattal rendelkeznek. A korhűséget és hitelességet az egyesületben tevékenykedő történészek és szakértők biztosítják. Ugye azt szokták mondani itt jó magyar szokás szerint, hogy a kapanyér is el tud sülni, meg kiegyenesített kaszák, meg mindenféle dolgot
hallottunk már, bizony, hát ez így van, ezt én is csak meg tudom erősíteni, hogy hát egy sima olyan eszköz, ami ugye csak az otthoni ház körüli munkákhoz használatos, bizony azzal is lehet, azt is lehet fegyverként használni. Aztán itt van egy másik, jobban látszik már, hogy inkább fegyvernek készült, illetve hadi jelvény. De nem fő fegyver, hanem másod fegyver. Én például 15 éve vagyok a csapatnak a tagja, és egyszerű hajdúvitézként kezdtem. Én vagyok a csapatnak a kapitánya, de igazából csak a katonai részre, a vezetésem csak a katonai részre szorul igazából. Ebben a katonai hagyományőrzésben, és egy kicsit globálisan tekintve az egészre, igazából én azt vettem észre, főleg, hogyha Magyarországon járunk, akkor itt az egészen kicsi gyerekektől, az ilyen 2-3 évesektől, egészen az idősekig. Ez egy nagyon hálás dolog, mert mindenki szereti a történelmet, és mindenki szereti ezeket a dolgokat kézbe fogni, és a múltunkat egy kicsit ezáltal talán jobban meg tudjuk mutatni, hogy ugye ezek az emberek mivel harcoltak, és miket használtak, milyen öltözékbe jártak. Sőt, az egyesületünkben van egy hadi zenekarunk is, héttorony hangászoknak hívják őket, és ők például korabeli zenét játszanak. Korabeli hadi zenét többnyire, és ezáltal ezt a részét is, a kultúránk ezen részét is meg tudjuk mutatni a tisztelt közönségnek. A megyei könyvtár szerepét hangsúlyozta Kapospula polgármestere, az ő támogatásuk nélkül ugyanis nem valósult volna meg a fegyverbemutató. Karácsonyvárónak ez az első része, a megyei könyvtár jóvoltából van ez a rendezvény, Szabó Válint egy ilyen középkori ruha és fegyverbemutatót tart, ez egy teljesen interaktív, ugye bevonja a gyerekeket, a gyerekeknek ez nagyon tetszik, úgyhogy később megpróbálhatják a dobócsillagot, szakállas puskát megmutat, tehát minden ilyen dolgot, ami hát a középkorban volt. Nagy örömmel vettük a megyei könyvtárnak ezt a gesztusát, hogy ezt a Szabó Válint nevű urat ide nekünk kifizeti az ő előadását. Nagyon sok fiatal jött el, nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon jól érzik magukat, és reméljük, hogy ez a kezdeményezés ez továbbra is fog menni. Már reméljük, hogy a megyei könyvtár részéről is, és ha nem, hát akkor pedig próbáljuk mi megoldani ezeket saját erőből is. A soron következő rendezvények minden korosztály számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak, mondta Stemler József, Kapospula polgármestere. Innétől kezdve kezdődnek az adventi rendezvények. Holnap délután már lesz egy úgynevezett foldvarrós karácsonyi készülődés. Van itt a faluban egy foldvarró kör, ahol ilyen különböző ajándékokat fognak készíteni, amit meg lehet majd a karácsonyváron vásárolni, és ezzel igazából a helyi néptáncos csapatot támogatják. Utána lesz a következő hétvégén majd a adventi koszorú készítés. Ugye a Pajta Színházba fogjuk kialakítani az idén az adventi programunkat. Utána a hétvégén lesz a Mikulás, és akkor a következő hétvége lesz majd a karácsonyváró, ahol hát forradborral, zsíros kenyérrel és egyéb műsorokkal várjuk itt. Akkor nagyon sokan összejönnek a faluba. Kapospulán decemberben minden hétvégén program várja az érdeklődőket. Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje. 1207. július 7-én született Sárospatakon. Második András király és Merániai Gertrúd gyermeke volt. Belépett a ferences rendbe, javait és élete hátralévő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. Ráemlékszik születésnapján az egyház, mint a Caritas megtestesítőjére. Dombóváron közel 100-an vettek részt azon a szeretett vendégségen, melyen az aktivistákat láttak vendégül. Szerte az országban a Caritas szervezetek kiveszik részüket a rászorulóktól való gondoskodásból. Egy-egy szervezetben nem ritka, hogy 50-60 ember is feláldozza szabadidejét arra, hogy közreműködjön a hátrányban vagy szociális rászorultságban élő emberek életszínvonalának emelésében, jobb átételében.
Dombováron is közel 100 taggal működik a katolikus egyházhoz kötődő segélyszervezet. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén a segítőket hívta szeretett vendégségbe az egyház. A mai alkalom ez egy különleges alkalom, ugye ma van Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, és a katolikus egyházban ő a szeretett szolgálatnak, a Karitásznak a védőszentje. Ezért volt ma egy ünnepi szentmisénk a templomban, itt az Újdombovári templomban, és most már hagyományá vált, mondhatom, hogy Tóth Zoltán úr, képviselő úr felajánlásának köszönhetően egy nagyobb szabású szeretett vendégség keretében tudunk még együtt lenni, beszélgetni, egy ebédet elfogyasztani, és nem csak ünnepelni, hanem kicsit erőt meríteni ahhoz a szolgálathoz, amit itt hétről hétre, hónapról hónapra, minden időszakban folytat a helyi Karitász közösség. Ugye az egyház életének elengedhetetlen, nélkülözhetetlen része az, hogy jelen kell, hogy legyen minden plébániai közösségben a Karitász, a szeretet szolgálata, ami sokféleképpen megnyilvánulhat. Egyrészt konkrét tettekben, ugye valamiféle segítségnyújtásban a rászorulók, a segítségre szorulók felé, de természetesen megnyilvánul a szeretet egyéb tetteiben, vagy éppen imádságban is. Ugye nyilván vannak idősek, akik kevésbé tudnak aktívan bekapcsolódni abba, hogy ruhát osszanak, hogy élelmiszert osszanak, hogy konkrétan felkeressenek betegeket, szegényeket, de az imádságukkal, vagy éppen adományaikkal mindenképpen támogatják ezt a nagyon fontos munkát. Természetesen a tagság és az aktívan közreműködők száma nem azonos. Akik rendszeres segítői a dombovári szervezetnek, közel 30-an vannak. A többiek az imént elmondottak alapján nyújtanak támogatást. Közel 100-an vannak itt jelen. Ők azok, akik nem, ugyan nem mind aktív tagjai a Karitásznak, de hogy említettem, adományaikkal vagy imádságukkal támogatják, segítik. Korábban esetleg, amikor még egészségük engedte, akkor aktívan is részt vettek ők maguk is. Nagyon sok embert el tudunk érni, több száz embert, én úgy gondolom, hogy mondhatom, hiszen különféle akciók és különféle programok vannak. Nyáron gyermektábor, télen tűzifaosztás, élelmiszerosztások, ruhaosztások rendszeresen minden hónapban, sőt van, hogy egy hónapban többször is, úgyhogy hát több száz embert el tudunk érni itt a közvetlen környezetünkben. A Karitász szervezetekben általában az idősebb korosztály vállalja a munka gerincét, de ahogy Hegedűs János plébános elmondta, nem kell panaszkodniuk az utánpótlás hiányára sem. Nyilván, teszi hozzá, akinek a napi teendői lekötik az energiáit, kevés lehetősége jut a közösségi munkára. A szolgálatban pedig mindenki szívesen kiveszi a részét, ereje és lehetőségei szerint. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!